Sziasztok, én Kristóf vagyok. Elérkeztünk a Track France Time Attack harmadik fordulójához, ami határozottan nem ment zökkenőmentesen, mivel láthattátok a videó elején, hogy miket sikerült végrehajtanom, de ez még semmi, mert sikerült otthon felejtenem a pályázós kerekekhez való kerékanyákat, amik nélkül nem tudtam volna ezeket a kerekeket felrakni, így az első etap helyett vehettem az irányt a 13. kerület felé. Szerencsére sikerült visszaérni a második etapra úgy, hogy át is tudtunk kerekelni, így onnantól kezdődött számomra a futam. Mivel ez egy félnapos rendezvény volt, így eleve időszűkében voltunk, így sajnos nem tudtam a videóval eleget foglalkozni. Köszönöm Máténak a felvételeket, és beszéljen is helyettem a videó.
Végül sikerült megtörnöm a jeget, és elérnem egy második pozíciót a Street 1 kategóriában. Én ezzel nagyon elégedett vagyok, mivel az első helyezett is csak egy tizedre végzett tőlem. A következő futamra megpróbálom kicsit jobban összekapni magam, hogy a dobogó legfelső fokára is felállhassak a kategóriámban. Ez a futam a Pannonia Ringen lesz októberben, ami egyben a szezonzáró futam is lesz. Remélem a legjobbakat, és nem annyira megszokott formában készült most a videó, azért bízok benne, hogy tetszett. Sziasztok!